választani, akkor épp leveleztem az egyik barátnőmmel, és ő mesélte arról, hogy az Aldebaránt látta valami kiállításon, és megtetszett maga a név. Szóval utána néztem utána, hogy ez a tejútnak az egyik főcsillaga, és hogy a bika csillagkép szeme, és hogy vörös csillag, és teljesen jól passzolt a flamenco témához. Úgyhogy maradt Aldebarán. Hogyha élőzenés koncert van, akkor ugyanazt a nevet használom, mint amikor táncszínházi előadásra kell menni, csak táncosokkal dolgozni, vagy akár fellépni mondjuk a tanítványaimmal. Tehát ez egy úgymond egy gyűjtőnév, mert én nem szeretem a saját nevemet használni, és akkor ez egy jó választásnak tűnt nekem, hogy akkor legyen egy csapatnév, együttes név. Flamenco úgy jött, hogy én Gypsy Kings-et hallgattam a 90-es években, kazettán, Walkman-en, rongyán hallgattam, és akkor kidítettem, hogy ez flamenco, aztán jött egy szórólap flamenco címmel, elmentem a kurzusra, és úgy maradtam. Tehát ez egy első találkozás, rögtön szerelem volt, és aztán mentem azután, hogy kinél lehet ezt itthon tanulni, aztán hát ez így már több mint 20 éve az életem része. Amikor itthon tanultunk, akkor ugye csak az alapokat szerintem bárhol meg lehet tanulni, ezt a spanyolok is így mondják, ha valakit bezárnak egy hétre egy táncterembe, az alaptechnikai dolgokat simán megtanulja, az érzést, az átadást, az átlényegülést, az egy másik téma, az már az egyénnek a dolga. Én ott tudtam valamelyest, mert ugye én nem gondolom, hogy én teljesen tradicionális táncos lennék, mert hiszen nem vagyok spanyol, sem andalúz, de a legjobb, amikor az ember a tűzhöz megy, tehát amikor Andalúziába, tanulmányútra, vagy a legutóbbi években Madridban továbbképzésekre jár az ember, illetve ha alkalom van, akkor meghívunk ide tanárokat, mestereket, és akkor így lehet mindig egy kicsit többet és többet tanulni. Nekem pont azért a Vörös Sándor az arcpoétika, hogy felül az ég, alul a föld, és bennem a létra, és valahogy a flamenco ez teljesen jó analóg ezzel, hiszen a karokkal felfele dolgozunk, a lábbal lefele döngölünk a földbe, és valahol a kettő az emberbe ér középen össze ez az egész, amitől olyasmi, vagy amitől flamenco. Mert igazából ez is egy gyűjtőnév, ez a flamenco, tehát ének is, életérzés is, tánc is, zene is, minden, ami, de lehet akár festészet is flamenco, az a lényeg, hogy őszintén és belülről is szívből jöjjön. Igazából azt hiszem, hogy ilyen szempontból mindegy, hogy az ember milyen nációjú, az a lényeg, hogy szeresse, higgye és beleadja magát teljesen. Azt veszük, hogy mondjuk ritmusra járok az utcán, vagy azt figyelem, hogy mondjuk a villamos milyen ütemben kattog, és a mellette lévő, tehát valamelyest mindenképpen átitatódik. Tehát nem is lehet szerintem ezt kizárni, vagy elkerülni. Nagyon egyszerűen azt szoktam mondani, hogy ezt csinálni kell, és minden jön magától. És sosincs vége. Alapfelállás az az ének, gitár, tánc és a ritmus. Most ebből leginkább, ugye itthon nem nagyon vannak énekesek, de gitárost és táncost lehet találni, meg azért ütőst is. Amit én meg ebből használni tudok, az akár az, hogy a saját, mivel magyar vagyok, akkor magyar népdalokat esetleg átültetni ebbe a stílusba, hiszen ez a mi tradíciónk. És a flamenco is egy olyan azért tudott életben maradni, mert folyamatosan házasodott mindennel, ami szembe jött. Ugye ez egy cigány műfaj, és ő bennük ez benne van, ez a nagyon alapvetően onnan indul, hogy ők szegénységben éltek, nincs telenségben, és ez az éhezés és hiány hozta létre a flamencót. És hogy valahol ez a sok szenvedés, vagy hiány, tehát nem is, egyébként azért vagyunk mi szerencsések, és azért nagyon tisztelettel kell bánjunk a flamencóval, mert mi ezt megkapjuk így, úgymond meg tudjuk venni turistaként, idézőjelben turistaként a műfaj sajátosságait, de ő nekik nem volt más, és nincs is másuk, csak ez az ének és dal, amivel gyakorlatilag az éjség ellen, vagy nem tudom, tehát hogy ez egy szükségből született műfaj,
és azt gondolom, hogy egyrészt a cigányságban ez a nincstelenség, meg a vándorlás, meg a szenvedés, meg a tűz, meg a sorolhatnám a mellékneveket, ez mind úgymond generálja ezt a fajta a szenvedély, az éget. Mindegyikőjükkel dolgoztam már külön-külön. Az Illési Jánossal ő vele már régebben évekkel ezelőtt többször is, amikor még itthon élt, most már Londonban él. Ő szívvel játszik, és én ezt nagyon-nagyon szeretem benne, hogy az ő gitárjátéka az nagyon érzelemdús. A Fodorék, aki énekel és kahonozik és udun is közreműködik most az este folyamán, őt még Erdélyben ismertem meg, teljesen más környezetben, de aztán időközben is ezzel kezdett el foglalkozni, és akkor neki meg nagyon jó énekhangja van, és nagyon, nagyon jó ebbe az érzelem dús és érzelmek át közvetítésében. A Kézdi Luca meg egy zseniális hegedűs. Én vele akármikor, ha színpadon lehetek, én annak nagyon-nagyon örülök, mert ő annyira profi a maga dolgában, hogy szinte leborulhatnék jó kis túlzásra, de vele is külön más projektekben már dolgoztunk, és hát tehát nem kell, igazából a Lucát nem is kell megmagyarázni. Én nőiesebben táncolok, ez az én érzelmeim, vagy az én táncom hangsúlyosabb. Más valaki máshogy táncol, más valaki máshogy énekel. Bizonyos tradíciós elemek vannak, amik úgy kötik az ember, de az a jó a flamencóban, hogy egy alapvetően improvizációs műfaj, és ezt megengedi. Ha most egy nő énekelő másmilyen lesz, és akkor a nő táncol rá, akkor másmilyen lesz, de ennyi. Próbáltuk igazából a kicsit temposabb számokat választani, de gyakorlatilag mégiscsak a melódiák és az ódák maradtak, mert valahogy hogy ez a magyarságunkból ez jön. De alapból azt szerettem volna, hogy mindenki megnyilvánulhasson. Ez volt a kiindulás. Thank you.